Ez egy terápiás eszköz, ami a koronavírus elleni harcban használható. 2015 óta folyik ennek a úgynevezett technológiai platformnak a fejlesztése. Ez az eszköz a vérszűrő, amit eredetileg rákterápiára fejlesztettek ki. A koronavírus azonban arra kényszerítette a tudósokat, hogy innovatív megoldásokat találjanak a járvány kezelésére, vizsgálására. A prototípus a tesztek alapján úgy működik, hogy a beteg vérét mindegy megtisztítja a fertőzéstől, úgy, mint egy vesekezelés alkalmával. Ezt a Pannon Egyetem fejlesztette ki. Leginkább a mérnöki hátterét dolgoztuk ki az oszlopnak, és miután elkészült az első verzió, nyilván a puding próbálja az evést, tehát ki kellett próbálni magát az eszközt. Ehhez jelenleg Magyarországon a legjobb hely véleményem szerint az itt a Pécsi Tudományegyetem BSL 4-es laborja, Jakab Ferenc professzor kutatócsoportja. A Felsőoktatási Intézmény és a Pécsi Egyetem most a koronavírus elleni harcban is együttműködik. Cél, hogy minél hamarabb a piacra kerülhessen az eszköz, és elkezdhessék a tömeggyártást. A pécsi szakember szerint olyan eszközöket kell gyártani, melyek nem csak a koronavírus ellen hatékonyak. Ez esetlegesen más kórokozók által okozott járványokban, pandémiákban is kiveszi a részét. Ez az eszköz egy ilyen, tehát alkalmas, tulajdonképpen majdnem azt mondhatom, hogy mindennemű virális kórokozó kiszűrésére. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a koronavírus tekintetében tudtuk ezt kipróbálni, és ezt a folyamatot, ezt a technológiát erre a célra is alkalmazni és elindítani. A következő időszakban fehérjemérnöki és biotechnológiai kutatók, valamint virológiai szakemberek dolgoznak közösen azért, hogy sikeres legyen a két egyetem együttműködése. Ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy az eddig vérszűrőként használt eszköz járványok esetén is segítséget nyújtson a betegeknek.